hálás feladat ilyenkor a kajakómában előadást tartani, a dízók a legjobbakban. A mai előadásom témája ugye az egy-egy lesz. Én az utánpótlást kaptam meg a gyakorlatban, amire a Vasas 11-12-es csapata lesz majd a segítségünkre. Én ma nem a tudományosság oldalára közelítettem meg ezt a témakört, hanem sokkal inkább a gyakorlati oldalára. Azt gondolom az egyéről, hogy ez egy olyan játékelem, amely korosztálytól függetlenül mindenhol jelen van, napi szinten foglalkozunk el fejlesztésével, egészen a pici kortól kezdve már, előkészítő és kerülő korosztályokban is. Mindjárt szeretnénk olyan csapatot magunkénak tudni, akik mindenáron győzni szeretnének, viszont ehhez nekünk edzőknek kell egy hidat biztosítani a játékosok számára, hogy ezt a kompetitív légkört kialakítsuk, és hogy ebben tudjanak funkcionálni. A kettő feladatot fogunk kezdeni, amelyek még kontakt nélküli bemelegítő feladatok. Ami nagyon fontos szerintem az egyik téma kapcsán az, hogy nagyjából az 14-es korosztályig kellene véleményem szerint eljutunk oda, hogy az edzőknél a labdát tudják fedezni a gyerekek, a festéken próbáljuk minimalizálni a lépések számát, a festéken belül a megfelelő kar és lábmozgó technikákkal rendelkezzenek, tudjanak sarkazni. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy lépéshibákat minimalizáljuk, próbáljanak a gyerekek lépéshibán elindulni, és aztán, ahogy halad előre, természetesen az utánpótlás egyre nehezebb és komplexebb feladatok elé kell állítani a gyerekeket. A mai edzést egyébként alapvetően 11-12-es korosztályt terveztem, de biztos vagyok benne, hogy némi kreativitással, változtatásokkal és progressziókkal akár az idősebb korosztályok számára is kihívást jelentettek ezek a feladatok. Én nem is fogok ma annyira sokat beszélni, inkább szeretném, hogyha a minél több gyakorlatot át tudnánk nézni, és hát, hogyha találtok benne ki is olyat, ami számotokra tetsző. A célja az edzésnek valójában az, hogy különböző ügyességfejlesztő feladatokon keresztül próbáljuk meg megszeretni a gyerekekkel a versengést, az egyedi játékot, és egy picit tudat alatt próbáljanak fejlődni, miközben valójában jól érzik magukat, és többen tudnak fejlődni. Nos, srácok! A bójás feladattal fogunk kezdeni. Ez nem egy olyan feladat, amit minden edzésen elő kell venni, de néhány hetente szerintem be lehet dobni, szerintem jó ezzel kezdeni, mert a gyerekeket egy picit fókuszba helyezni, egy picit koncentrálni fognak, és hogyha még mosolyt is tudunk az arcukra csalni, az külön öröm. Jó, fiú, anélkül, hogy összefejelnétek egymással, egy picit álljatok arrébb, jó, mindenki jobbra lépjen 10 centit. A feladat nagyon egyszerű lesz, gyeresse majd kicsit hátrébb. Nagyon egyszerű lesz, különböző testrészeket fogok mondani, és amikor a testrészt mondom, akkor mind a két kezünkkel meg kell érintenünk azt a testrészt. Tehát, hogyha azt mondom, hogy váll, akkor mit csinálunk? Szenzációs. Azt mondom, hogy nyak, megfogjuk a nyakunkat, azt mondom, hogy comb, megfogjuk a combunkat, és utána azt mondom, hogy bolya, elhatoljuk a másik a bolyát. Szuper. Na figyelj, menj egy élesbe. Lábúj, tér, fül, száj, haj, fenék, bolya. Nagyon jó, kapjuk vissza. Következő. Figyelj. Vádli, csípő, áll, szem, szempilla, bol, fülcimpa, bolya. Nagyon jó. Na még egyet. Következő, figyelj. Könyök, ujjak, fogak, cipőfűző, boka, bolya. Nagyon jó, szuper. Picit már fókuszáltuk a gyerekek, picit versengenek egymással, láthatóan élvezik. Menjünk is tovább, fiúkák, gyorsan rakjuk a bolyát, és mindenki a párok, amiket megbeszéltünk, kettő teniszlabda és egy darab kosárlabda legyen. Első páros jöjjön, létszíves, legyen ötbe, középre, és a másik legyenőtől jön szintén egy páros. Szóval gyertek tíze legyenőtől. Jó? Egy lépésre álljon a társunk a teniszlabdával a labdással szembe. A feladat a következő lesz. Mint egy T-betű oldalra kinyújtjuk a labdát. Szuper! Dinnye alapállásba. És amelyik oldalra lejti legyünk a labdát a Boris, a belső kezelben megfogom egy pattanás után a teniszlabdát, és maximum kettő leütésed van a dinnye, és zicsert kell dobni. Ugye ez még nem egy
egy-egy feladat, de tulajdonképpen lehet belőle azt is csinálni, négyszer jön az egyik út, négyszer a másik, ki tud több pontot dobni, belelegítésnek tök jó, szemkoordináció picit fejleszti, áttörjük a védővonalat, egy picit belelegítjük a fiúk. Jó, menjünk úgy, hogy innen kezdünk, egy, hogyha dobtak, akkor jöhetnek ki, és szépen megyünk sorba, jó? Nézzük meg! Semmi baj, következő, következő, semmi baj! Semmi baj, következő, gyerünk soha! És már jöhet a kis dínyel. Meg volt a valós életet ki. Le ne dobd a labdát, csak ejtsd le. Csak ejtsd le. Jó? Az a te visszalapod egy picit hibás. És gyertek egy picit közelebb egymást. Gyere egy picit közelebb. Mert Anton. Szuper. Dínyel. Nagyon szép. Következő. Aha. Charlie felé labdákat kaptunk. Következő. Figyelj arra, állj meg egy picit! Fiú, figyeljetek arra, ha balra megyek el, akkor jobb kézzel fogom meg a teniszlabdát, átviszem a labdát, és bal kézzel fejezem be. Oké? Van kettő olyan teniszlabdát, ami pattan, ez de légy szíves. Hát, nem nagyon, ezek. Húha. Aha, szuper. Jó, gyere dinnyel, légy szíves középre, kérem szépen. Gyere ide dinnyel, picit fájtok fiú. Ledobom neked a labdát. Jó? És csak sima zicser van. Sima zicser. Figyelj! Szuper! Gyere vissza! Következő, ebben is lehet folyamatosan nehezíteni, segíteni a feladatot, hogyha pattannának a teniszlabdák. Abba is lehet folyamatosan, most azt kérem tőled, legyen kettő láb közötti átütésed lábtartás cserével, állj meg egy ütembe, amelyik oldalra lehetem a teniszlabdát, arra menj el, és azzal a kezeddel, amelyikkel jöttél, átviszed a gyűrű alatt, és egykezes felkészítéssel dobó zicser. Jó? Nézzük meg! Aha, semmi baj, még egyszer. Nagyon szuper! Nagyon jó, köszönöm! Tehát ez is inkább egy belelegítő feladat, mint sem egy egy-egy feladat, de próbáljuk meg ezekkel a feladatokkal, a teniszlabda az mindig hasznos, ilyen bemelegítésnél a koordinációt egy picit fejleszti. Jó? Kérem szépen, megyünk is tovább. Fiú, legyen mindenki labdát, és gyertek ide a festék és az alap találkozására. Jó. Azt mondtam, hogy mindenki vegyen labdát? Rosszul mondtam. Párunként egy labda. Bocsánat. Jó, ki az első páros? Dínyi, gyertek előre. Ott legyenek a labda megnyitása. Jó, következő feladat, labdavezetéssel fogsz indulni dinnye, kerülitek mind a kettőn a zsámot, egyszerre megveled a Boris is, először járjuk le, handoff átadás megtörténik, szuper, és utána van a Boris-nak zicsere. Ez a feladat például tökéletesen jó arra, hogyha az ügyetlenebb kezet szeretnénk egy picit fejleszteni, lényegesen jó pici védőpressz alatt gyakorolni a bal zicsert, nincsen csak, hogy egy lejtés, jobb-bal, jobb, és gyakoroljuk a bal zicsert. Próbáljon meg a védő, yes, próbálj meg elé kerülni, egy picit nyitni a váltásodat, hogy egy picit nehezítsük meg a Boris helyet. Jó? Folyamatosan lehet tenni. Le! Következő. Következő, ne siess, ne siess. Szuper. Használd a balányodot. Ravosoma. Következő. Sem megy el, egy dolog, hogy nem tudtam kosarat dobni,
egy picit élvezetesebb számukra, egy picit talán szórakoztatóbb nekik. Gyertek át, légy szíves, mindenki jön át erre az oldalra. Bemutatom az Antonnal a feladatot. Anton labda nélkül, légy szíves, a jobb lábadat, itt ahol megtörik a tripla, a jobb lábadat helyezd oda. Szuper, keresem egy picit arrébb. Megmutatom, és utána te jössz. Jó? Figyelj csak. Támadóként, harán tervezve, én is a jobb lábadat helyezem a vonalra. Az én feladatom az lesz, hogy innen, amikor én jónak érzem, elindítom a támadást, elindítom az egyiket és kosarat dobok. Ha kosarat tudok dobni, egy pontot kapok, viszont hogyha még az indulás előtt induló csellel el tudom mozdítani az Antonnak a lábfejét a vonalról, az szintén egy pont. Ha az Anton meg tud engem állítani, az lenne az ő célja, akkor nem kap senki pontot. Jó? Szóval ez megvan? Nem csináltam még, de próbáld meg. Oké? Anton, tőled azt kérem, hogy próbálj meg a soha, gyere a vezetésre soha. Próbálj meg a soma elé kerülni, a belső kezedet feltenni, az lenne a cél, hogy a soma kezed fölött fejezzen be. Nem kell feltétlenül blokkolni, nem ütök keresztbe, hanem a belső kezed fölött kellene a somának befejezni az ígyszerét. Jó? És utána, ha mentek a somáig, folyamatosan lehet jönni erre az oldalról, 2-3 cselt meg lehet próbálni, fél óráig azért nem kell cselekni. Nézzük meg! Ó, oh, egy pont! Ne vettél egyet valamit, az jó, nem baj, két pontja van. Következő. Jobb láb, mindenki jobb láb. Szerintem egy lépés felé lett volna. Következő. Jó, Boris, arra figyelj, hogy te nem védő vagy, tehát te nem így állsz, hanem fordítva a csípődet arra, te oda szeretnél menni. Oké, következő. Szerintem ott is elég egy lépés akkor. Nyújtsd meg egy picit. Persze, ilyen a pont. Oké, tovább. Ha, semmi baj. Következő. Bravo, soha. Szuper, utolsó. Jó. Arra szeretném is felhívni a figyelmeteket, még csináljunk néhányat, hogy egy picit azt veszem észre, hogy féltek a védőtől. Jó? Tehát amit kérnék, gyere egy picit innen. Amit kérnék, hogy egész bátran, támadóként is, támadóként is tessék lenni befele, keresni a védővel a kontaktot, mert a játékvezetők általában az esetek 99%-ában mindig a támadót védik, tehát hogyha nincs kinyújtott kar, általában ebből támadó hibák nem szoktak születni, úgyhogy azt kérem, hogy picit azt éreztem, mintha lenne még egy palánk mellett, és azt támadnánk, egyenes vonalba tessék a gyűrű felé menni, és a támadó jöjjön befele. Nézzünk meg még néhányat, aztán megyünk tovább. Szuper! Oké. Okay. Jó! Uram, már is lehet átjönni erre az oldalra, gyertek légy szíves, maradt páronként egy napnál. Alapvonal és a tripla találkozásához menjünk, és a védő álljon a támadó mögé. Külön talán nem mondtam, de minden gyakorlatot értelemszerűen mindig jobbról és balról is végeztessünk, csak most az időnek a szűke miatt minden csak egy oldalról csinálunk. Jó, tehát a következő lesz, picit menjek a kiek. Következő lesz, Dinnyette, hogy Boris mögött fogsz menni, rákapadsz. Boris, neked két lehetőséged van. Ha te bekanyarodsz egyből a zsáromony után, akkor a védő, Dinnye, te mehetsz egyből a zsáromony előtt. Ha cselelni szeretnél innen out csellal, megpróbálod becsapni egy picit a védőben, akkor megyek tovább. Ha úgy döntök, hogy itt megyek be csak a harmadik után, itt már muszáj lenni, akkor a védő az utolsó két zsáromony között mehet el. Jó? Legyen az, hogy kötelező két lábbal befejezni. Jó? Kötelező két lábbal befejezni. Nézzük! Következő. Ah, nagyon szuper! Nagyon szép csel volt, bemozdítottuk a védőt a zsáron mögé. Szuper! Következő. Próbáljuk meg bedobni, jó? Szuper! Utolsó leütésem kell! Aha! Nem baj, Tomat! Következő!
Én nem kell a fűtva egyszerűen ravosomat. Utolsó kettő. Szuper. Kitűnök. Jó, megállok. Ami még fontos lenne, fiúk, én hibám volt, hogy nem mondtam. Ha kimarad a dobás, minden alkalommal lepattalói megyünk, oké? Tehát amíg nincs meg a lepi, addig nincs vége. Ha támadó visszaszedik, tessék visszarakni, de a védő az, hogy figyeljen oda, hogy ha már dobott a társa, akkor védőként odaérjen a kar, és ne tudjam szedni a lepattalót. Jó, Anton, légy szíves, gyertek ide a tétára, és most azt kérem soha, hogy légy szíves, hogy álljál szembe az Antonnal. Feladat a következő lesz. Próbáljuk folyamatosan variálni a feladatokat mind területben, mind az akciózási szögekben, most eljöttünk a salomba, de értelemszerűen ez látható a vízben, hogy szeretnek, mi az a gép, amit szeretnétek fejleszteni. A következő lesz a feladat, soha neked végig taposó lábmunkád lesz, oké? Okay? Folyamatosan jár rá, amíg Anton, neked folyamatos láb közötti átütéseket kell csinálni, látta a felcserére, szuper, próbáljuk itt. Azt kérem, hogy nézzetek egymás szemébe, jó? Anton, fönn van a fejed, egymás szemébe nézzek, és soha, amikor te úgy döntöttél, hogy készen állsz, három négyet hagyjuk az Antonnak, hogy gyakoroljon, az egyik irányba el kell mozdulni, és meg kell érinteni a zsárót. Hogyha ezt a zsárót érinti meg Anton, akkor az alapfelé mész, hogyha ezt a zsárót érinti meg a sor, akkor pedig befele jössz, jó? Ez a feladat, és azt kérem, hogy a lepattalóra figyeljünk oda, mert az előbb az elmaradt. Nézzük meg! Mert a sarkazás jó volt, viszont egy picit később nyújtott fel a lábam. Tegyen fülkét, és legyen fel a fejed, hogy amikor kinyújtod a védő, azon nyomban tudja fel, ennél több előtt kell. Szuper, következő. Azaz, nagyon szuper, hogy jó, hogy lepattalok. Lepattalok, figyelj, lepattalok, tovább. Tovább. Következő. Nagyon ugye, szuper. Jó, menjünk vissza. Legyen fönn a fejed, gyere vissza, várjunk, hogy itt hadd a hármat mélyet, és aztán indítsuk el, fönn a fejed. Lepattalok, de az utolsó kettő. Utolsó. Tovább. Jó. Szuper. Jó, légy szíves, Boris, hozd nekem kérlek szépen három gólyát. Jó? És azt kérem, hogy a labdások jöjjenek, légy szíves ide. A labda nélküli védők jöjjenek a gyűrű alá. Egy védő, a többiek menjenek az alap mögé. Szuper. Jó, a következő feladatnál szintén az elsődleges célja, hogy az ügyetlenek kezet tudjuk egy picit fejleszteni. A következő lesz a feladat. Gyertek egy picit még kijjebb. Jó, jobb kézzel fogjuk kezdeni az átütéseket. Láb között hátmögötti átütés van, úgyhogy végig szemben van a mellkasunk az alapvonalra. Három darab van belőle. Ha megtörtént a három darab, itt álló helyre jobb kézzel vezetem a labdát. Amikor azt mondom, hogy hopp, akkor villámgyorsan, szűken kerülöm a zsámolyt, te kerülöd a saját zsámolyodat, és nekem kötelezően át kell vinnem a túloldalra, és bal kézzel kell befejeznem, jó? Ez az egy lehetőségünk van, itt pedig láb hát, jó? Szuper, gyere vissza, és csinálok egy élesbe, jó? Mert teljes sebességgel. Hopp! Hop!
Akkor a labdás egyszerre vezeti a két labdát, és oda megy két labdára az itt dobni,
belső labdára rá szeretnél csapni, Boris, te pedig húzd el előre a labdát, mint egy amerikai focis, és ne hagyd neki, hogy rácsapjon. Ahogy zicserdöttök, már is soha jöttök be, és csinálunk ebből is néhány darabot. Jó? Semmi baj, semmi baj, következő. Ha, következő. Ez volt a jó. Jó, szuper, az lenne a lényeg,
kezd elvenni a zsákon, hogy belevezetni a védőt, pont azért ide rakva, hogy próbáljátok szűken egyegyezni, támadni a védőnek a lábát, oké? Okay? És egyből a gyűrű felé menni. Tehát ne legyenek benne most ilyen tiszteletkörök, jobbra meg balra, hanem mindegyenesen tessék a gyűrű felé menni. Váltok kész? Oda fej! Szuper! Tovább! Soha! Minden leblokkolt dobás az nekünk jó. Abból lesz labdár, lepattanod, mi jövő? Következő! Fönn a fej,
Kijönök a gyűlölő! Ez az! Ez még mindig nem tetszett! Ez még mindig nem tetszett! Próbáljunk betörni! Akkor megy a lábad! Én egyet is tartatok! Ez az! Megvartok fel! Szuper! Következő! Jövök fel! Várj egy kicsit! Várj! Menjünk vissza! Menjünk vissza! Ne kapkodj az a fiú! Nyugalom! Figyelj, Sama! Hopp! Jó, szuper! Fiú! Akkor tudunk segíteni egymásnak egy kicsit a fejlődésbe, hogyha a védekezésben keményebbek vagyunk. Tehát az, hogy csak átcsalódok vele szemben, az ide kevés lesz. Tessék, abban a pillanatban, hogy megkapta a labdát, pont ugyanazt kell csinálnunk, mint amikor mérkőzésen az ellenfél mit csinál? Felveszi. Oké? Okay. Tehát felvette a labdát, villámgyorsan rávédekezek, a tenyerem a labdának a tükörképe, próbálok egy picit odafeszülni, próbálom elvenni tőle, ezzel próbálok neki egy picit segíteni, hogy fejlődjön. Te pedig soha sartazol, fönn van az állam, és figyelem azt, hogy a társa mikor dob zicser, ha támadott személy, azt hagyom neki, jó? Na még nézzünk kettő darabot. Mert. Egy közelebb pontot! Egy közelebb! Azt kérem szépen, hogy
mondjuk egy lépés van büntetővonaltól, gyere légy szíves, vinnyek labda nélkül, nekem háttal, és Boris, te pedig a vinnyével szemben legyél itt a büntetővonaltól egy méterre, vele szembe fogsz állni. Én ki fogom dobni egyik oldalra a labdát, egyet patlalhat maximum, a te feladatod pedig az, hogy megfogd a labdát, és vagy egyből tempót dobjál, vagy maximum egy leütésed van, és abból tudsz valamilyen sidestep, vagy bármilyen egyéb tempót dobni, amit szoktál érni hajnali 4 órakor a Los Angeles mérkőzéseket. Jó? Vényed, de próbáld meg rájönni, hogy melyik oldalra megy, Boris, hogy nyugodtan cselekszetsz, és próbálj meg egy picit állni ezeket. Ha közel van hozzá a vinyet, dobott cser, keresztlépés, rövidindulás, és abból dobott. Jó? Nézzük meg! Lepattanó, tessék meg a lepattanó. Mivel elég közel volt hozzá a vinye, én elkezdve egy leütés valamelyik irányba használtam volna. Jó? Leszeg le a fejedet. Leszeg le a fejedet. Labda? Következő. Egy leütés. Lepasszol a következő. Kicsit nehéz közele. Kicsit. Thank you.